megtaláljuk az így. Csoportosok. Nehogy neked ez már nem egy újszerű dolog. És igazából ami érdekes itt nekem az a Valdi, hogy hogyan került kapcsolatba a képzőművészettel élesünkre. Hát én gyerekkoromban szerettem fenyegetni mindenféle festményeket, nem igazán lehet festményeket nevezni. De igazából Vili-ben annyit együtt vagyunk azóta, megtanultam egy két csinyit, és akkor csinyedények a dolgoknak, és akkor rájöttem, hogy ez végig csak jó. És a hatásaidról lehet valami tudni, a Vilin kívül? Igen, nagyon gondolnak egyébként a görög mitológia, és mindig annak a kérdései is feszegetnek, vagy akár pacsarni a dolgokat belőlük, hogy ne csak a tényszerű dolgot ábrázolják, hanem hogy a kérdéseket tegyék fel a nézőnek. Ez a kiállítás, ez mekkora időnkre volt talált fel? Szerintem egy-két év, utolsó egy-két év, de legyen van 21-es év van benne. Mert ugye neked volt egy restartod gyakorlatilag, volt egy ilyen sort, amit nem festek korszakon. Ja, és az lett előbb. Az jó van. És hogy mi lett rá most arra, hogy ezt folytasd? Igen, egy kikerült, tehát nem voltam egy ilyen divákokkal, hogy most na akkor. Előkerült mondjuk a nevet, amikor ebben segített a Covid is, mert ugye jött a home office, és akkor éppen egy kis vállalkozás idő volt a munkában, akkor megjött a fújja dalakot, és akkor amíg szállodik, visszak menni a melóba, pénzt keresni. Tehát ebben segítségedre volt a dolog, de amúgy meg ez nem. Ki akart ugyan kérni, akkor jön. Nálad is hasonló? Igen. Az első képek ebből az időszakból neked melyik volt? Nekem fönt az emeleten található a száraz, csak meg az esernyő, a legelső próbálkozásom. És ez viszont egy jól sikerült. Neked Vili? Ebből a dologból az első kép? Hát amikor először fogtál újra egy csapat, hogy nem most akkor valamilyen. Ez esetül tudom, az első az instafény, vagy instafény, az a fekete alakú stíné. Ez nem tudom, 3-4 éve megcsináltam, aztán hozzányúltam, hogy nem jelentő rá, általában egy ilyen estet oda szoktam fejezni, és akkor így pár nap alatt lezavarom, nem arra érezni, hogy elrakom a sikor előveszem például. De ez egy ilyen volt, és akkor pont a napokon került elő megjönni, hogy végül is jönni kéne. De azért az üzenetét látunk, hogy utána nem a sali gyújtam hozzá, hogy te három tökér nem tudok látszom tenni. Jó. Na, az együtthatás témakörhez érkeztünk, ugye egy párt alkottok. Hogyan hattok egymásra? A művészetünk belül. Erre a legjobb példa a látogató, hogy Vili elkezdett egy alapot, de soha többet nem voltak megveszve, odaadta nekem, hogy folytassam. Én is tettem már egy alapot, illetve az alapai alapot, de azt se lehet, hogy visszaadtam a Vili-nek, nem én is tettek soha többet, és abból lett a látogató. Ugye az még már összetérte, hogy jó lesz. Itt meg vannak közösségek is, az olyanok, hogy mind a ketten hozzánk, de amikor én kelljen, hogy nem került föl, nálam is előkerült az a de valahogy nem is előkerült, hogy vannak olyanok is, hogy versenyek, hogy a kipesség gyorsabban, vagy nagyobban, vagy jobban. De akkor tudtok segíteni egymásnak, hogyha van egy lakodás, vagy bátorítani. Hogy
hogyan választottak technikát? Tehát, hogy a téma, ha megvan, akkor ahhoz választjátok a technikát, vagy ez eleve már úgy álltak hozzá, hogy ezt a technikával akarom megcsinálni ezt a képet. Neked tőle van példa, hát például a fönti bizottság, az nem nagyon, szerintem nagyon bírja, mert az én kezemből nem ilyen más technikát, csak ezt a ilyen forlasztásos ügyet, meg egy kis festék fölködéstől. Van, mikor beleragad a képtechnikában, aztán van, mikor megjön, és akkor kell váltani. És van olyan téma, amit megköveteli a technikát, de van olyan is, amikor a technikában habarolok bele egy kicsit, és akkor azzal oldom meg éppen akkor aktuális kérdéseket, amit a fejemben éppen akkor a kör. Úgyhogy nagyon szoros összefüggésben nem minden esetben van, de fordulat is. És neked van, amikor új technikát találsz, akkor te is ilyen pusolod? Főleg rámjelenzünk. Kaptam az akvarelszerozákat, akkor azzal kezdtem el a festeni. És abból nagyon jó képek születtek, utána kaptam, utána megkaptam a Ninja forlasztásnak, hogy a kukújom a festményeket. Illetve a legjobb, hogy kaptam pasztel, krétát, meg szerozát, és akkor ez de jó, és akkor egybe ki is próbáltam, és tökény készültek belőle, sajnos az most be nem került oda. Illetve az egyik pasztel, a Gály, az még a hasonló. És neked, Vili, van egy technikád, amit én nagyon szeretek, ez a körkörös. Igen, tudj jól, hogy göndörködés. Ez, hát én göndörtem az ki, és akkor ez a sok szín kerül egymásra, amit mint szőránál kiadott, ez a sok szín egy arra, egy egyetemes szín, ami mondjuk ilyen rózsaszín, de abban van sárga, barna, rózsaszín kép, mindenféle, és akkor van annak egy együtt hatása, de eltesse meg úgy, egy dolog a festészetben, ez nem is tudom, hogy ez elindult egy ilyen régi önarcképpel, ahol még nem is göndörködött, nem jelentett valaki is körkörökből át a dolog, de ott kezdtem el mondjuk másképpen használni én is az akvarelszerozát, mint annak előtte, tehát nem az a tipikus satírozás ügy került, hanem a papírra, hanem amit a kiírja igazából, azt mondjuk igen, meg hogy anyagszerűség. Igen, meg a reflexzióra, mint a természet visszaadása gyakorlatilag, nem, hogy mert reflexióból áll egy felület. És akkor... Igen, egy vízed egész más kanyarokat kap, mint a levegő. Igazából először a levegő volt az, amit úgy gondoltam, hogy ezekkel a göndörvonalakkal kéne megcsinni, mert ugye a délben mindig mozog, hiába nem látjuk a levegőt, ez nem tudtad így, a vízzel sem, és azt hiszem jelen van. És akkor ebből lehet, hogy olyan, hogy akár a követ is ezekkel a körkörös vonalakkal csináltam, és mondjuk más erőre kapott a mentulat. És az a mindenképpen kerül a szabály? Van olyan, amelyik nem engedtem, amelyik van mellettünk a kivizetés, ez egy, ugye ez van a nagy katonai műszer, az éjjel álló szemével, ami zöldben szoktam mutatni a képet, hogy ebbe belekerül a riasztalat, magáról nem engedik, volt, ami nem engedik, tehát a téma nem engedik, de alapvetően mindig azon megcsinálom a képet, mert úgy érzem, hogy készen, de aztán elszöltek cégig, ránézek 5 perc múlva, és akkor belekerül, és így szuti. Na, a téma választás. Hogy hogyan választottátok ki ezt a tematikát? Ez így összeállt végül egy ilyen egységé, a sok apró részlet, és így mögé tudtatok tenni egy nagy tematikát, ami gyakorlatilag egy vezérfonal, vagy hogy teljesen lehetően alakult így. Előre megszabott koncepciók nem volt. Tehát nem azok, hogy most akkor azt mondjuk, hogy mitológia, antológiása, minden vizet, és akkor a csapatunk már annyira felkaptuk a fejünket, akár egy hírből elindulva,
vagy cikkből, vagy bármi. Tehát rendesen aktualitás, és hát igen, ezek egy mai képek, meg örök képek, azért vannak örök témák. Tehát mondjuk azért már a 20. században is, amikor Gáját megfogni, az egy olyan dolog, hogy a természet anyát, meg a föld anyát elő, rázod a fiókból, akkor tudjuk, hogy miért kell elő. Tehát azért, hogy beleszabonunk a levegőbe, akkor nagy városban, akkor igen, hogy nincs jó bőrben a bolyó, mint ami érünk, úgyhogy hogyan érünk, úgyhogy mind a kettő többek van Gájában. Igen, nem most nincs itt, de nálam is segíteni. És hát arra jöttünk rá, hogy minden képünkön van vagy sztori, vagy titok. Hát azért lett a titok is a címe, mert hogy legalább azért egy szerepel a képeken. És a mitológiához való vonzódás, mert az mind a kettőtöknél megvan. Azt tudom, hogy nálam már ez régen van, de Minotaurust azt már nem tudom, 10 akárhány éves is festettem, meg ami Zoltán. És engem meg vonzanak ezek a felegazolók. Ez a Boris rengeteg van most illetően, és szeretek utána olvasni, és akkor abban, hogyha elolvasom a történetét, mondjuk a Kemixtel több véletlenül találtam rá. Lesz majd két kép, az itt van a másiknak fönt, azt hiszem, hogy ott van a kis sztorija az egésznek. Tehát ugye a jégmadaras történetre több véletlenül találtam rá, és akkor olvastam, ez de jó. Meg főleg a Szibillánál, ott a két sztori együtt van ábrázolva. Tehát nem tudtam elválasztani a kettőt. A két verziója van a história szerint, és egyszerre lett ábrázolva mind a kettő. Van-e kedvenc képetek ezek közül? Nekem most Gája a Lőszícia, meg a jégmadár. Neked is lehet? Vagy esetleg Barbie, valami kedvenc? Kedvenc sajátomból, az sem a baj, mindig az utolsó, mert az sem igaz, de... Nem láthatom az előtt. Látod a közben. Hát igen, vannak azért kiemelt fontosak. Tehát vannak olyan kiemelt fontos, kiemelten fontos képek, amiket elhasztunk, és így úgy nem keveredik annyira a párbeszéd, hogy vagy a méretre, vagy a témára miért a köré kerülött, hogy igaz, hogy történik. Szóval vannak nagyon fontosan tartott képeim a falon, meg vannak olyanok is, amik leesett erről az anyagról. De ilyen a kedvenc emlés, mondjuk, tehát egy ilyen a megfigyelőket, a kíváncsiak közben, ez olyan, hogyha mondjuk annak a... Na igen, pont ez lett volna a következő kérdés, hogy van-e olyan kép, ami felöleli ezt az egészet, mindenkinek részéről akár, hogy ad egy ilyen megoldó kulcsot az egész kiállításnak. És akkor... Nekem az a hangságot, ha megfigyelek ezzel, hogyha annak a gondolkodás mondják, hogy a gondolkodás megcsíped, akkor igazából annál csak egyszerű képeim vannak itt fenn, akkor az összesen megcsíped. De akkor... Az egy ilyen lejött, az egy lassú kép, az egy leütetős kép, tehát az is nem egy plakátszerű dolog, ami mondjuk egy másodperc alatt üt, és akkor megvan a titok, hanem érdemes úgy előtt egy kicsit ahhoz, hogy ne csak egy széket, meg egy ajtót lássák. Nem. Hát igazából nem akarjuk ezt így elhúzni, tehát így nagyjából ennyi lett volna ez a kis beszélgetés. Nézzétek meg a kiállítást, aztán beszélgessünk volna.